Orbán Viktor csütörtökön Kassán tárgyalt a V4-es országok miniszterelnökeivel, közben derült ki, hogy az Európai Bizottság 3000 milliárd forintnyi támogatást fagyasztana be. Erről meg is kérdeztük a magyar miniszterelnököt. Jó napot, miniszterelnök úr! Érez abban személyes felelősséget, hogy az EU korrupciós kockázatot lát Magyarországban és több milliárd euró megvonására készül? Tájékoztató később lesz egy picit. Jó, akkor majd kérdezhetünk? Nem tudom, a helyieket kell erről megkérdezni, helyiek, szlovák elnökség van. Miniszterelnök úr, mit gondol a bizottság döntéséről? A sajtótájékoztatóban. A sajtótájékoztatón már csak a magyar közmédia kérdezhetett, a miniszterelnök pedig úgy tett, mintha a befagyasztás híre el sem jutott volna hozzá. Ami a tárgyalásokat illeti, azok jól haladnak. 17 pontból álló csomagról egyeztünk meg az Európai Bizottsággal. Ez úgy történt, hogy megmondták, hogy mit akarnak. Ez 17 akarás volt. Ezeket konkretizáltuk, és ezeket végrehajtottuk. Tehát most várjuk, hogy a november 30-án esedékes bizottságülésen döntsenek a bizottság tagjai. Mi mindent teljesítettünk, amit vállaltunk, és amiben megegyeztünk. Azóta persze már van 18. igény is, de arról is megegyeztünk, hogy azt is teljesíteni fogjuk, de annak a határideje az nem most van, hanem majd márciusban, és a bizottság ezt a márciusi határidőt fogadta el. Az is meg lesz. Tehát mi úgy érezzük, hogy minden akadály elhárult az európai intézmények, bizottság és Magyarország között, ami a megállapodást eddig hátráltatta.